Vegyésztechnikusokat, gépkezelőket vagy éppen informatikusokat is kerestek a tiszavasvári szakgimnázium állásbőrzéjén. A térség is a szakképzett munkaerő hiányával küszködik, az iskola pedig képzéseivel és a mostani kiállítással is erre a problémára kíván megoldást találni. Itt jó néhány jelenlévő vállalat konkrét állásajánlatokkal érkezett, és itt vannak a mi végzőseink is, és már most próbálnak kapcsolatot építeni. Sőt, ezt a rendezvényt kiterjesztettük város, illetve térségi szintre is. Nagyon sokan jöttek be, olyanok, akik munkahelyet kerestek, munkahelyet szeretnének változtatni. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy van ennek jótékony hatása. Ez már a 9. ilyen rendezvényünk, és eddig azt mutatják az adatok, hogy igenis sokan találtak itt munkát maguknak. Korábban a munkáltatók válogathattak az önéletrajzok között, most azonban sokuknál már hosszú ideje nem tudnak betölteni több pozíciót. Egyre nehezebb, néhány évvel ezelőtt még sokkal kedvezőbb volt a helyzetünk, de jelenleg már ugye teljesen átalakult a munkaerő kereslet és a kínálat. Gyakorlatilag jelenleg is több hirdetésünk fut, keresünk CNC gépkezelőket, keresünk AVI heggesztőket, gyakorlatilag több olyan állás ajánlatunk van, ami betöltetlen már hosszú hónapok óta. Nagy probléma ez, igen. Tiszavasváriban az elmúlt években jelentősen csökkent a munkanélküliség. A városnak a fiatalok helyben tartása szempontjából is fontos, hogy munkát tudjanak számukra biztosítani a térségben. Tiszavasvári tekintetében nagyon fontos a szakképzett munkaerő megléte, és jelenleg tényleg szakképzett munkaerő hiánnyal küszködünk, és ezek az állásbőrzék, ezek a találkozók, ezek nekünk segíthetnek abban, hogy Tiszavasváriban a szakképzett munkaerőnek a létszáma, száma nőhessen, és az itt megjelenő cégek, hogyha lehetőséget tudnak kínálni a tiszavasvári fiataloknak szakképzés szempontjából, akkor Tiszavasvári megtartó ereje is nőhet a jövőre való tekintettel. A szakképzés reformja a kormány számára kiemelt fontosságú, nem csak a munkaerőhiány leküzdése miatt, hanem a stabil gazdasági fejlődés szempontjából is. Szakképzett munkaerőre szüksége van a magyar gazdaságnak, hiszen éppen most jelent meg az adatok, a harmadik negyedévi gazdasági adatok, amely azt mutatja, hogy 4,8%-kal bővült a magyar gazdaság, ez az egyik legjobb az Unióba, és az uniós átlag kétszeres. Ez azt jelenti, hogy működik a magyar gazdaság. Ha azt is megnézzük, hogy mely ágazatok húzzák ezt a gazdaságot, akkor föl tudom sorolni, hogy az építőipar, a járműipar, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a mezőgazdaság is benne van. Tehát a mezőgazdasággal összefüggő szakmák, akár egyetemi, akár középfokú szinten fontosak. Vinnai Győző azt is elmondta, 2011 óta folyamatosan segítik a szakképzés megújulását, többek között bevezették a duális képzési formát, a hiány szakmák esetében a szakképzési ösztöndíjat, és a nappali képzésben ingyenessé tették a második szakma elvégzését is. Az országgyűlési képviselő hozzátette, zajlik a szakképzés modernizálása is, és céljuk a diákok digitális kompetenciáinak további fejlesztése.